közi szinteleken, de én azt mondom, ezt vállalom azért cserébe, a Magyarországon meg majd szeretni fognak bennünket az emberek. Akkor menjünk innen tovább, nem fognak minket szeretni félmondatától. Fel tudná sorolni azoknak a vállalatoknak a körét, azokat a vállalatokat, amelyeknek a visszaállamosítását tervezik? Hát az energiaszektorban például mi mindenképpen államosítást javaslunk. Milyen módon? Hát itt az államnak meg kell találni erre megfelelő formát. Ezt milyen szakma, megfelelő formát? Hát ezt majd a szakma eldönti. Visszavásárolják, vagy elveszik? Hát én azt gondolom, hogy mind a kettőre van lehetőség, ez meg kell vizsgálni a szerződéseket. Hát a visszavásárolás, az elveszik, az rablásnak hívják. Nem feltétlenül hívják rablásnak, ezt a szerződéseket meg kell vizsgálni. Nem ismerem, ugye gondolja, hogy ön is hallott, hogy Bajnai Gordon például egyedül a Jobbiknak nem ad lehetőséget arra, hogy a költségvetési adatokba beletekintsen. 20 év alatt nem nagyon volt arra lehetőség a Jobbiknak még, hogy ezt megtegye, majd a parlamentbe jutva eldöntjük, hogy milyen a legmegfelelőbb forma. A célkitűzése viszont egyértelmű, és erre azért van szükség, mert a közüzemi díjakat csökkenteni szeretnénk. Ez például az egyik választási ígéretünk, a szabad ilyet mondani. Ezt értem, csak hogyha itt visszaállamosítás indul meg, netán nem visszavásárlással, de most hagyjuk ezt a formát, mert akkor maradjunk abban, hogy akkor visszavásároljuk, és akkor megnyugodott az ön lelkiismerete. Nem biztos, hogy megnyugodott, mert akkor azt kérdezem, hogy miből. Hát ehhez kell bevételeket találni, itt az államadóság újratárgyalása, a multinacionális cégek megadóztatása. Mondjon bevételeket. Hát most szorolom. A államadóság újratárgyalása, a multinacionális cégeknek a megadóztatása, a korrupció felszámolása, a bankrendszernek a közterviselésbe való bevonása, ami az egész világon egy nagyon akut kérdés, és el tudjon képzelni, hogy az MSZP vagy a Fidesz fölveti a bankadó ötletét. Én ezt nem tudom, hogy mit vesznek. Hát én elképzelhetetlennek tartom el az elmúlt 20 év alatt, és még egy dolgot, a szociális rendszer átalakítása is nagyon sok kiadástól mentené meg a magyar költségvetést, és hogyha már az energiaszektor államosítása szóba került, akkor azért mondjuk, hogy európai példák vannak arra, hogy valaki egy korábban privatizált energiaszektort állami vagy nemzeti tulajdonba visszavásárol. Tényleg azt gondolják, hogy Magyarország egyedül, függetlenül, önállóan meg tud állni a lábán? Nem, ezt nem gondoljuk. Mert csak azért kérdezem, mert hogyha ilyen vagy olyan módszerekkel, mondjuk akkor így állami tulajdonba veszik ismét azokat a vállalatokat, amelyek magántulajdonban vannak, akkor a következő időszak befektetői hanyathomlok fognak menekülni? Nem, ki kell jelölni olyan stratégiai ágazatokat, ahol igenis az államnak kell a szerepét, az erejét megőriznie. És vannak olyan szektorok, ahol meg igenis lehetőséget kell teremteni akár külföldi tőke bevonására is, csak itt nagyon meg kell válogatni a külföldi tőkét. Én nem hiszek abban, a liberális, szocialista vagy akár bármilyen parlamenti gyakorlatban, hogy a tőke és tőke között nincs különbség. Igenis van. Van olyan tőke, amely, és itt a multinacionális tőkének a magyarországi jelenléte sajnos ezt bizonyítja, amely nem azért jön Magyarországra, mert az ország és az ő érdekei kölcsönösen összeegyeztethetőek, hanem azért, mert adóparadicsomnak és egyfajta profitkimenekítési szivattyúként Magyarországot fel tudja használni. Az orosz tőkét elismeri, vagy az orosz tőkét szívesen fogadja, mondjuk a paksi atomerőmű felújítása, továbbépítése kapcsán? Hát ezt én nem tudom megítélni, mert nem ismerem ennek a konkrét részleteit, de például, hogy már Oroszország szóba került, rendszeresen vádolnak bennünket, hogy orosz barátok lennénk. Az egyik nagyapám a szovjetek ellen esett el a világháborúban, a másik meg hadifogságba került. Tehát érzelmileg nem vagyok azzal vádolt, hogy oda lennék az orosz emberekért. De én azt mondom, és a Jobbik is azt mondja, hogy ha Oroszországba el tudunk adni termékeket, mert itt azért a gazdasági termelésünknek a legfontosabb akadály az, hogy Magyarországnak a hazai és a nemzetközi piacai elvesztek. Ha Oroszországon piacokat tudunk szerezni, annak eladjunk mondjuk a mezőgazdaságnak, élelmiszeriparnak a termékeit, akkor azon munkahelyeket teremtünk Magyarországon. Tehát mi azt mondjuk, hogy adjuk el az oroszoknak nyugodtan a magyar almát, a húst, a tejet, hogyha azzal a magyar munkahelyeket teremtünk. Nekünk az jobb, hogyha az unió idejön és kivágja a szőlőtőkét, meg a gyümölcsöst, mert erre ad neki most támogatást. Most az államadóság átütemezéséről beszél, de korábban arról is beszélt, hogy egyszerűen ne fizessük vissza. Nem, én az államadóság nem átütemezésről beszélek, az államadóság újratárgyalásáról, amiben benne van az is, hogy konkrétan adósság elengedést érjünk el. Ilyenre is volt példa. Az államadóságnak egy része külföldi államadóság, egy másik része meg belföldi államadóság. Azok az emberek, akiknek a pénze benne van itt-ott bankokban, számlákban, azok mire számíthatnak? Hát nézze, mindennek megvan a tárgyalási technikája. Érdemes olvasni Nagy Pongrácznak a könyvét, ez egy nagyon elhallgatott könyv Magyarországon, ajánlom minden kedves tévénéző figyelmébe. 1995-ben minden kormánynak azt próbálta bebizonyítani, hogy az államadóság újratárgyalása még abban a szerkezetben is, ami a miénk. Tehát nem, ugye valóban nem szerencsés a magyar államadóság szerkezete, mert nem pusztán külföldi nagy hitelezőknek tartozunk, hanem sok kötvény is van ebben a kérdésben. De így is újratárgyalható, csak meg kell találni a lehetőséget erre. A Jobbik ezt tűzte ki célul, mert ezt nem tesszük meg. Tehát lehet azt mondani, hogy hagyjuk ezt a kérdést, mert ez egy nehéz kérdés, de jelen pillanatban egy adósság spirálba kerültünk, a magyar államadóság növekedése talán a legkomolyabb a világon, és hogyha ebből nem tudunk kilépni valahogy, akkor Magyarország gazdasága össze fog omlani. A lisszaboni szerződést felmondanák? Így van.
Illetve azt mondanom, hogy erről egy társadalmi vitát kellene kezdeményezni, és egy népszavazást kellene tartani, hiszen ez volna demokratikus Magyarországra nézve. Nem nagyon tartom azt helyesnek, hogy a parlamenti pártok ezt 2007-ben a lisszaboni szerződés aláírása után 3 nappal olvasatlanul, fordítás nélkül aláírtak. Ez nálam a hazárulás kategóriája sajnos. Ha felmondják a lisszaboni szerződést, mi lesz ezzel a meglehetősen nagy mennyiségű uniós pénzzel, amiből azért sok minden épül ma Magyarországon? Hát ez is egy nagyon jó kérdés, hogy valójában Magyarország haszonélvezője az uniós tagságnak vagy sem. Félek tőle, hogyha ebben egy objektív mércét készítene végre valaki Magyarországon, megvizsgálna azokat a hatásokat, nem pusztán a behés kifizetés konkrét hatásait, hanem mondjuk az európai tőke Magyarországra áramlását, és mondjuk a tőke repatriálásnak a különféle cserearány értékeit, vagy mondjuk a vám bevételeink kiesését is beleszámolna, akkor nem biztos már, hogy ez olyan pozitív lenne a szaldó az uniós tagságot. Hát nehéz úgy számokat mondani, nem tudunk hozzáférni ugye ezekhez a költségvetési adatokhoz, de majd nem sokára most már eljön az igazság pillanata, úgyhogy április-május után itt végre bele tudunk nézni a papírokba, és hogyha már a papírokba belenézésnél járunk, akkor azért említsük meg azt a törvényt, ami talán átjelez egy másik témára bennünket, ezek pedig a titkosított anyagok. Ugyanis itt tavaly decemberben történt egy nagyon érdekes törvény, a Fidesz és az MSZP közösen megszavazta a titkosított anyagok szigorítását, ami, hogyha föltesszük, csak józan parasztészel tegyük fel a kérdést, hogy a választások előtt 4 hónappal miért volt érdeke a Fidesznek és az MSZP-nek az, hogy a titkosított anyagok feloldását szigorítsa? Miért volt fontos? Hát azért, megválaszolom én, mert a szerkesztőnek bizonyára ez kellemetlen lenne. Hát vendégünk lesz itt a másik két pár képviselő, ugye nyilván meg fogjuk tőlük kérdezni. Ezt kérem öntől. Jó, hogy ezt kérdezem. Nem én leszek szolgálatban, de átadom az üzenetet. Ezt nagyon-nagyon kérem, várom erre a válaszát a Fidesznek és az MSZP-nek is, hogy a választások előtt miért volt ez ennyire fontos. Én nem félek a titkosítások feloldásától, szerintem ön sem, ők miért félnek tőle? Vissza a programra, euró, akkor euró szóba sem kerül. Hát én az eurót azt gondolom, hogy olyan távoli még Magyarországon az euró bevezetés, hogy tegyük rendbe először a gazdaságot, ha valaki a szakadék mély van, először mászunk ki a szakadékból, aztán utána próbálkozunk fésülködni majd. Akkor gondolom azt is hiába kérdezem, hogy ha egyfelől önök a munkáterhelő adók és járulékok csökkentését szeretnék elérni, másfelől beruházási, fejlesztési támogatásokat adnának jó nagy mennyiségben, akkor erre megint csak honnan lesz pénz? Mert az egyik oldalon bevételek csökkennek, másik oldalon kiadások nőnek. Szerintem egy józan paraszt észre belátható dolog, hogy az adócsökkentésnek nyilvánvalóan vannak rövid távon a forrásokat meg kell találni a kiesés miatt, ami a költségvetésből kiesik. Erre mondtam az előző általam felsorolt példákat. Viszont, hogyha adócsökkentéssel munkahelyeket teremtünk, az hosszú távon, sok kicsi sokra megy alapon, a bevételek növekedését fogja eredményezni, hiszen a magyar költségvetésnek az egyik legkomolyabb problémája az, hogy egyre kevesebb a munkahely Magyarországon, egyre kevesebb a munkajárulék bevétel, amiből ugye Magyarországot működtetjük, az oktatást, a nyugdíjakat, az egészségügyet, a közigazgatást, a honvédséget. Tehát én azt gondolom, hogy az elmúlt években például az egy nagyon komoly vita volt, hogy strukturális viták folytak, miközben valójában finanszírozási válság van Magyarországon, munkahelyeket kellene teremteni. Azt fogja Magyarországot megmenteni. 3 dologra van szükség Magyarországon szerintem. És a 3 dologra egyedül a Jobbik képes. Föl kell számolni a politikus bűnözés, és a politikusok felelősségre vonhatóságát meg kell teremteni. A másik, a magyar gazdaságot talpra kell állítani munkahelyek létrehozásával, a harmadik pedig közbiztonságot kell teremteni Magyarországon. Erre a 3-ra ma Magyarországon a Jobbikon kívül senki nem képes.